Szervusztok, Angelika Habpatron vagyok, és ez pedig itt a saját csatornám. Megkeresett a TEDx, és mondták, hogy az nekik a problémájuk. Van ez a csomó tudós, aki elkezdi megmagyarázni a klímaváltozás, meg az ezzel kapcsolatos fogalmakat, de annyira okosak a tudósok, hogy nem tudnak lesüllyedni a mi szintünkre, hogy megértsük azt, amit magyaráznak. Úgyhogy arra gondoltak, hogy hétköznapi embereket fognak felkérni, olyanokat, mint például én, hogy magyarázza már el. Egyes. Klímaváltozás. A Földnek mindegy lesz, hogy megváltozik a klímája, mert ő ettől függetlenül még fenn fog maradni. Mi viszont emberek és állatok ki fogunk pusztulni. Ki fognak pusztulni a gyümölcsök, zöldségek, de a zöldségesek is. 2050-re nem lesz már burgonya, úgyhogy vége a krumplis tésztás időszaknak, és sivatag lesz. A sivatagot elkezdi majd fújni a szél, mert szél az lesz. Bele fogja fújni a tengerbe, ami meg ugye sós víz, így, és akkor a homok az meg el fogja mocsarasítani a tengereket, és akkor mehet bele a tojás, kész is a nokedli, és akkor nokedlival együtt mi is mehetünk a levesbe. Kettes. Üvegházhatás. Az üvegházhatásban nem gondoljuk, hogy bármi káros dolog lehet, hiszen az üvegházról mindig az juthat eszünkbe, hogy ott nőnek a kis paradicsomok, melegednek bent, vagy például a kishercegbe is, a kisherceg is úgy óvja meg a kis rózsáját, hogy rátesz egy befőttes üveget búrának, hogy ne egyék meg a tigrisek. Most már nagyon sok nylon ruhát készítenek a boltok, PET palacból csinálnak kis ruhát, azt felveszed, beleizzadt, az ugye milyen büdös lesz, az is üvegházhatás. És ez attól van, hogy a villamosnak az üvegén bemennek a napsugarak, és ez itt nagy melegséget okoz, de kimenni már nem tudnak, a napmelegségtől meg te megbüdösödsz. Ugyanezek van kitéve ugye a kovászos uborka is, üvegházhatást szenved el, mondjuk az finom, de hogy ezért lehetne büdös házhatásnak hívni. Összeasszalódik az egész föld, meg a rajta lévő növények. Tehát lesz aszalt, paradicsom egyszer, mert aztán utána többször meg már nem tud kinőni. 3. Ökológiai lábnyom. Semmi köze nincs a lábad nyomához. Amíg itt élsz a Földön, nagyon sok szennyeződést okozol, meg termelsz, és ez igazából ezt jelenti, hogy miután te már kipusztulsz, azután még itt maradnak a szemetjeid. Tehát ez egy ilyen szemét dolog. 4. Globális felmelegedés. Manapság már a klímaváltozáshoz soroljuk, hiszen oda soroljuk. Jogosan gondolhatunk arra, hogy például az eszkimóknak mi bajuk lesz ezzel a globális felmelegedéssel, hiszen végre majd ők is fognak tudni nyáron strandolni, meg ehetnek nyáron fagyit, mondjuk azt most is ehetnek. De például, hogyha az EON-tól vásárolnak ilyen napkollektorokat, és akkor a napkonnektorokba be tudnák dugni az elektromos radiátort, be tudnák fűteni az iglójukat. Csak mondjuk arra kell vigyázni, hogy nehogy a fal mellé tegyék, mert akkor elolvad az iglu. Felmelegszik az időjárás, itt fognak maradni a gólyák, majd nem lesz kedvük Afrikába menni, mert itt is ugyanolyan jó meleg lesz, és akkor meg ugye kicsit butábbak lesznek, mert nem lesznek olyan annyira világlátottak. A globális felmelegedés miatt például emelkedni fog a tengerek vízszintje. Hogyha mondjuk egy fokkal felmelegszik egy ilyen nagy tömegű víz, annak megnő a térfogata, ki fog önteni a szárazföldre, el fognak tűnni a szárazföldek, el fog tűnni Hollandia, meg még egy csomó másik ilyen földrész. Itt van nálam egy injekciós tű, egy kis kanál, és egy öngyújtó segítségével fogom ezt most prezentálni. Beleöntöm a 2 egységnyi anyagot, felmelegítem benne a vizet. Most egy kis molekulák elkezdenek mozogni, nagyon forró ez a kanál alja, gyorsan elkezdenek szaladgálni, mert ég a talpuk alatt a kanál. Úgyhogy erre feltágul a térfogatuk. Na, már felforrt az anyag. Jaj. Na és akkor itt a fecskendőben most több folyadék került volna, hogyha nem löcsök ki egy picikét a kanálból, meg nem ment volna ki, és nem hűlt volna ki a víz. 6.
Karbonneutralitás. Ez ugye a karbonsemlegességet jelenti, hogy a széndioxidot, a károsanyag kibocsátást semlegesítsük, ha már visszafordítani nem is tudjuk. Erre azt találták ki, hogy például amennyi széndioxidot bocsájtasz ki, annyi oxigént termeltessél. Például ültetsz egy fát, akkor azt is csinálhatod, hogy mindig odaszaladsz, és amit kilélegez a fa, te azt gyors belélegzed. Kilélegzed, azt ő beszívja, te meg belélegzed, amit a fa kifújt. Arra gondoltam, hogy viszonozom a felkérését a TEDx-nek, és mondtam nekik, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk közösen egy filmpályázatot ebben a témában, hiszen ők ugye nagyon sokat beszélnek, én meg nagyon sokat videózok. A lényeg, hogy egy 30 másodperc és 180 másodperc közötti videót készítsetek, ami a klímaváltozásról szól és a fenntarthatóságról. A pontos kiírást pedig megtaláljátok a videó alatti leírásban. Jelentkezzetek a versenyre, és aki bátortalannak érzi magát, hogy jelentkezzen, az pedig írja meg, hogy ha bátor lenne, akkor ő miről készítene filmet. Sziasztok! Ja, és a következő videóm október 30-án fog kijönni a Halloween alkalmából. Hello!